Srácok, immáron a 6. alkalommal fogjuk elővenni a játékot. Most már, mostanra már láttuk a második konfessziónak a végét, hogy milyen. Úgyhogy most már tudjuk, hogy mivel kalkuláljunk. Hogy hogyan menjünk neki. Remélhetőleg ma sikerül is eltenni láb alól azt az undorító tüdőt. Azt a tüdő valamit. Megpróbálom úgy szervezni a csapatot, hogy mindenki meg tudja csapkodni azt a bosst. Úgyhogy lehet, hogy emiatt nem feltétlen a megszokott felállással fogunk menni. Mert hogy annak a bossnak véget akarok vetni. Úgyhogy ennyi volt legutóbb. Kicsit szerencsétlen volt a legutóbbi ránunk, nem voltak a legjobbak a kapcsolatok, de most ezen próbálok javítani. A kisvanság előnye, hogy most még tudok korlátlanul nézni. Na, hát jó szórakozást. Ugye ez a legutóbbi ránunk eredménye. Ha amúgy hangos lenne a játék, nyugodtan szóljatok. We travel through the incalculable dimensions of human weakness. Na. To recall a thing. Veszünk a trinketet. Kapunk dodge-ot, hogyha jól emlékszem. Aha. De blindolnak, hogyha... A gain on miss... Az azt jelenti, hogyha én misszelek, vagy hogyha a rám jövő ütés misszelődik. Ez annyira nem világos. Utána nézzek, megnézem, mert az a helyzet, ezt már mondtam jó párszor. Így a mai stream... Mai? Tehát így a Darkest Dungeon-es streamekben, és így nem igazán láttam ezzel kapcsolatban választ, hogy ez így most mit akar jelenteni. Tehát, hogyha én misszelek... Ó, értem. Értem. Megnéztem, itt azt mondják a nagy szakértők, a legsütétebb kazamat a szakértői, hogy ez arra vonatkozik, hogyha én misszelek. Oké. Okay. Na, Astro is ezt mondja. Ha a halál kapujában vagyunk, akkor kapunk kritet, dodge-ot és stressz is csökken. Érdekes trinket. Every twinkling recollection. Ha gyulékony item van felrakva, akkor ez a trinket okozhat 33% eséllyel égetést, burnt. És burn resistance piercingünk van. Ha viszont misszelünk, akkor 2% eséllyel gyújtunk. De gondolom a targetet gyújtjuk. A halál kapujába egy kis stresszoldás, hát szükség van rá. New instruments will help us diagnose the world's affliction. Ha stained item van equipelve, akkor kaphatunk a kör elején steltet, és hogyha steltbe vagyunk, akkor 50%-kal nagyobb a kritünk, ha nem vagyunk steltbe, akkor 50%-kal több sebzést kapunk be. Érdekes. Na jó, még egyet feloldunk. A használó gyújtja? Köszi szépen. Ne haragudjatok, én nekem nem egyértelmű, nem világos, hogy itt ezeket hogyan kell érteni. Köszi szépen a korrigálást. Köszi a korrigálást. Tehát akkor ezek szerint ennél a trinketnél, hogyha eltalálom az enemit, akkor vulnerable-t kapok. Ha eltalálom, ha nem találom el az enemit, akkor pedig dodge-ot kapok. Kaphatok. Bocsánat. Valószínűleg akkor ezt úgy kell érteni.
Bízom benne. A drop of sanity in a sea of madness. Turn startnál blindot kapok? Hát most már olyan itemeket oldunk fel, hogy így nem biztos, hogy ezeket használni akarom. Sziasztok, sziasztok, szép jó reggelt. Wow, hát micsoda, micsoda molót kaptunk. Na ez leveszi ezt a, hogy hívják ott, hogy ilyen különleges erőket tudnak használni az ellenfelek. Ez király. Veszünk egy stage coach itemet. 5-6%-kal több esély a pozitív relationshipre. Ez nagyon jó, ez maradhat. És egy in item. Stressz leszedő, és mindenki kap egyet a kapcsolatokra. Jó. Ez nagyszerű eddig. Az van, hogy az apply on hit, akkor a célpontra gondol, ha az van, hogy apply, ha az van, hogy gain, akkor a használóra. Tehát sajnos a Stranger Sapper ad egy pajzsot a célpontnak, ha misszelsz rá. Értem. Szóval a gain-nél én kapom, az upline-nál pedig ő kapja. Köszi szépen. These are beaten, broken souls. And yet our fortunes ride with them. Nem akartam ilyet nyomni. Azt akartam megnézni, hogy melyik karakter mit tud, de akkor azt itt nem lehet megnézni. A Highwayman olyan jó, hogy ezt itt most kirakjuk, mit szóltak. I recall evenings spent sipping wine in the square, marveling at the architecture I was sure would outlast us both. Ezt annyira nem gondoltam át, de jól esett megnyomni. Tehát kaptunk trinketeket, páfokat állokkoltunk, meg ellenállásokat. Én megszavaztatnám, hogy most már a Highwayment el lehessen nevezni. Nagyon szeretnél te lenni a Highwayman, Astro. Mennyibe kerül ez? Na tessék, még egy Plague Doctor-os trinketünk is lent. Vajon... Hoppá! Nincsenek hős memóriák. Ez egy dolgot jelent, srácok. Új csapat. Pedig Free milyen sokáig bírta. Indistinct and ill-lighted. No comfort awaits you here. Na, srácok! Indítom a nevezést. Time and time again I Darkest Dungeon karakter elnevezés. 100, igen. Na. Aki szeretne bekerülni, annak nem kell más csinálni, amint hogy ír egy suttogó, azaz egy privát üzenetet a E-Hunter botnak, amiben annyi szerepel, hogy felkiáltva egy jegy. Semmi több, semmi kevesebb. Ez a parancs csak akkor fog működni, hogyha van legalább 100 trófeátok. A trófeátok számát szintén privát, azaz a suttogó üzenetben tudjátok megnézni, hogy hogy álltok. Ahhoz pedig azt kell csinálni, hogy berjátok suttogó üzenetbe, hogy felkiáltál trófeák. Na. Én most így összerakom a csapatot, de közel sem biztos, hogy ők lesznek azok, akik így fixek.
Tehát simán lehet, hogy egy menetarmzunk lesz a leprás helyett. Na, azt kell megnézzük. Tehát a leprásunk előre tud ütni. Pörzsölni tud, tankolni tud, healelni és stressz leszedni tud. Igen. Meg blind leszedés. Vulnerable lehet tudja tenni magát. Jó, a leprásunk nem tud hátraütni. A leprással nem tudunk hátraütni. A highwaymannel tudunk hátra lőni. Na, úgy rakjuk, hogy a Wicked Slice szerintem felesleges, bár amúgy maradhat. A Duelista Advance az kell. És kell a Point Blank shot is, mert ezzel a kettővel játszunk durván. Na, ahogy látom, sikerült nevezni. Lehet-e tippet adni a második bossra, vagy még tapasztal? Mondjad, pulyka tojás! Mindjárt kiderül, hogy kik azok, akik bejutnak. Az helyzet, hogy kell a pistol shot. Ja, ott jelzi is. Jelzi is, hogy ki hova jó. Bleedet is okozhatnék. Durva bleedet is okozhatnék. Berakjuk ezt az open vein-t. Mert ilyen hasznos, van egy move, amivel leghátra tud nagyot ütni. Ja, igen. Az okkult istennek lehet, hogy healelnie kell. Ez nem is kérdés. És az a helyzet... Mi az, amit innen nem használunk? Mivel ő hátul áll, teljesen fölöslegesen van berakva neki ez a képesség. Ezzel ugye sebzést tudunk növelni. Jó. Viszont támadni nem fogunk tudni velem. Tehát a Plague Doctor az előre tudja dotolni. Az okkultista hátra tud vele csápolni. A Plague Doctor nagyon haszontalannak tűnik erre a fightra. Viszont most már nem tudunk visszatáncolni. Vele fogjuk megpróbálni. És mivel annyira szerettétek volna, hozzuk a Helion-t. Bár lehet, hogy a Man-at-Arms-t hozzuk. And shame. Jaj, ő gárdolni tud. 50% plusz sebzés. Ott van Iron Swan. Hát olyan hülye képességek vannak még most a Helion-nál. Ja, az amúgy kell. Az kell. Több szót elfelejtedünk.
hogy a trófea, ha azt a trófeát szedjük ki, akkor az leláncol minket. És fontos, hogy elő legyen. Jó. Megpróbáljuk így. Megpróbáljuk így. Na! Vicsike, te vagy az első, aki bejutott el a csapatba. Mi szeretnél lenni? Herionna, Highwayman, okkultista vagy Plague Doctor? Te választasz. Biztos nem Wanderer lesz. A Hellion szeretné lenni? Na. A második szerencsésünk ki a csapatba kerül, választhat a Highwayman, az okkultista, illetve a Plague Doctor közül. Greedy. Kevesebb crit. Okkultomániák. És nervous. Mártír. Foltor taktikus lett a Highwaymanünk. Na, állítjuk itt a páfokat. Grape Shot Blessed Skill, az mi lehet? Az ez. Aha. Aha. Itt vagy a Noob Gaming Society. Szerintetek? Itt a Shapshotnál a melee skill az arra vonatkozik, ami karddal történik. Ugye? A range skill pedig, ami puskával történik. Mert akkor igazából a sharpshotot is nyomhatnám. Kírja a skillnél? Okés. Ó, oh, aha. Az melee, az pedig ranged. Aha. Zsír, köszi szépen. Ranged. Ranged, ranged. Szerintem a sharpshotot fogjuk nyomni. Köszi szépen az infót, nem tudtam. Az helyzet, hogy ez a rogue, ez nekem nagyon tetszik. Mert hogy így a point blank-kel kapunk riposztot. És ez a point blank. Az a sok riposzt, az így annyira tetszik, hogy most így egyszerűen nincs kedvem mást kipróbálni. Tehát hogy a rogue az annyira, de annyira tetszik. Hát srácok, újra sorsolás jön. A harmadik szerencsés, aki gyakorlatilag most a második, ki bekerülhet a csapatba, nem más, mint Azbest. Azbest, te Highwayman, okkultista vagy Plague Doctor szeretnél lenni? Igen, a rogue-ot toltam eddig. A rogue-ot toltam eddig, mert ez brutál jó volt. A Plague Doki szeretné lenni? Jó, oksa. Ez nem tudom mi. Chundrnzn. Ha-ha.
Igen, igen, a sharpshotot is néztem, az is amúgy tök jó. Mert az meg 25% fix damage a ranged skillekre, illetve sebesség, valamint a gripshotnál STR, de nem használunk gripshotot, de használhatnék. Üdvöd mindenkinek, srácok! Gratulál az Best és Vicsike! A harmadik szerencsésünk nem más, mint Veldurf! A kérdésem csak az, Veldurf, hogy mi szeretnél lenni, okkultista vagy highwayman? Ez itt a kérdés. Igen, alkémistát nyomunk, és akkor itt nagyobb ellenállások vannak. A range skill-ek 25% damage. A ritualistával a heal sokkal jobb lenne. A cursing skill pedig csinálhatna STR-t, crit-et és dodge-ot. Viszont turn startnál vulnerable lehetne. Nézzük meg amúgy a ritualistát. Nézzük meg. Na. Azt mondja, hogy Veldurf. Nagyszerű. GG Veldurf. Tyap-tyap. Te lettél a csápos. Te lettél a csapat csáposa. Te Vesta-szűzzel szoktál menni? Hát figyelj, ezek után én is Vesta-szűzet próbálnék meg ennél a bossnál, már csak amiatt is, mert az okkultista, mármint hogy nem az, hát amúgy talán a Plague Doctor helyett, mert hogy ő nem tud semmit se csinálni a bossnál. Lehet forgatni a karaktereket? Wow! Na nem mint, hogyha hátul izé, nagyon durván néz neki. De mekkora menő már? Jeges! Köszi szépen Jeges a 73 hónapot! Na, srácok, most már, hát Jeges volt az egyik, aki miatt egyébként be kellett vezetni itt az új szvegeket, a gövegeket. Úgyhogy most már mehetnek a gövegek, meg a szvegek Jegesnek. Köszi szépen Jeges a 73 hónap töretlen támogatásodat. Köszi szépen, srácok, a szvegpergetés. Szia, Nikotina! Szevasztok, srácok! Üdv mindenkinek! Na, hát megvan a csapat! Megvan a csapat! Vicsike a Hellion, Veldurf a Highwayman, Tyap-tyap az okkultista és az West a Plague Doki. Let's go! A hatodik csapat. A hatodik csapat. You came here seeking solace, but found stagnation instead. Annyit csinálunk, hogy itt rögtön elosztogatjuk a trinketeket. Ezt a bulvárok bandot, ezt így ki is dobjuk. Vulnerable lé tudom tenni. Nekem ez nem tetszik.
Tinderbox, amúgy ez se tetszik. Ez meg stained itemnél működik, az meg nincsen. Na hát ezt jól elintéztük. Blight Resistance, na akkor az besztejössz. Egy kis gomba. Egy kis gyújtogatás csap-csapnál. És Vichyka le tud szedni olyan különleges képességet, a Worshipet. Ezt gyorsan elintéztük. Bizony, augusztus 22-től jön a God of War. 2018-as God of War szinkronja, így van. Így van. Bezony, bezony. Város. Az város, addig be kell fejezzem a Witcher-t. Igen, ez a Rainbow Six-es csapat. Na. Én azt mondom. Azt mondom. 11-13. Rángatunk-e először? Vagy csapkodjunk? Rángassunk. Analysis is the natural prelude to action. Song of Shadow. Előre megyünk, megszurkáljuk a Lost Soul-t. Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. Az best, nyomat egy kis prevenciót, egy kis ellenállást. Második chapternél járunk. Az gond. Kaptunk blindot. Hát igen. Ez annyira nem tetszik, hogy most őt point blankeljük, de... Hát legyen. Oda hátra egy kis blind. Tauntot? Kérjünk tauntot? Az mit jelent? Immobilize. Aha, az amúgy mehet. És ezt tudunk, aha. Hát ez pazarlás. Ez így, na, de így nem. Így nem. Ez tetszik. Speed csökkentés és damage csökkentés. Láttam-e már a második boss? Persze. Legutóbbi streamet ott hagytuk abba, hogy ott meghaltunk rajta. A vodok mindig este kikerülnek, úgyhogy azokat így meg lehet nézni, akit érdekel. Hoppá, ott volt valami vulnerable. A lesson taught is a lesson learned. Egyik kedvenc bosszot, nekem az nem tetszett abban a bossban, hogy nem tudtam ütni a jobb oldalát a tüdőnek. Veldolf egy kicsit stresszes, de amúgy minden jó. Megcsápolod őket, gyap-gyap, helyes. Na most próbálunk csalni. In item. Oké, okay, van whisky. Ezt lehet, hogy megpróbáljuk a felmosó vödröt. Mit próbáljunk még meg? Pá-
life feedet nem nyomunk. Traveling heal. Healing received. Hú. Veszünk 2 viszkit. Egy ilyen felmosó vödrönt. És egy kenyeret. Na. Jaj, biztos, hogy nem endeljük. Na. Mindenki zabál. Mindenkivel nagyon jóba lett. Vichike és Veldorf együtt piál. És nagyon együtt piálnak. Ez csak egyet adott, tehát ez szomorú. Vichike eszik egyet, és Veldorf pedig nyomad egy kis felmosást. Hát egy kicsit stresszes lett, de nem baj, most jó ez. Jó ez. Bár ki lehetne hozni? Ki lehetne hozni? Jó, akkor csalunk. Csalunk, srácok. Csalunk, hogy hát az RNG kedvez nekünk. Precious relics remind us of a time before the end. Kenyér, pia, felmosó vödör. Na, megpróbáljuk újra. Tehát, pia. Ja, amúgy nem is adott volna 2-t. Vagy adott 2-t? Na, várjunk. Nem emlékszem. Ugye megnézem még egyszer. Én úgy emlékszem, hogy adott 2-t. De lehet, hogy rosszul emlékszem. Na szóval úgy volt, hogy adtunk malacot. Na, az 2-t adott. Akkor most kenyér. 1-et adott. Jó, akkor ez nem a helyes út. Tehát az a helyzet, hogy a malac után a plusz 2 az úgy néz ki, hogy garantált. Tehát azt ott meg tudjuk játszani. Jó. Akkor felmosó vödör, és most pia. Az úgyis csak egy. Ja, akkor a piát a végén próbáljuk meg. Ki kell tapasztalni itt az RNG-t. A bit of comfort on the road to damnation. Na tehát, malac. A piát csak hát, ja, hát igazából én azt azért akarom megpusolni, mert akkor meg lenne a 14. Plusz 1. Jó. Az a helyzet, amikor az volt, hogy először ittak, akkor az nem volt jó. Ez egyébként most az utolsó. Tehát, hogy igazából bármi... Már mondjuk nem. Azt mondanám, hogy bármi is legyen, de nem. Na. Jó. Na nézzük. Az csak plusz 1 lett. Jó. Hát akkor így viszont előre adjuk. Akkor előre adjuk. Tehát, hogy ez nem lett plusz 2. Precious relics remind us of a time before the end. Hát kiteszteltük. Annak a plusz 2-nek amúgy örülök. Veldorf mindenféleképp stresszel.
Na, akkor a kocsi. Planning and mindfulness. As vital to survival as sharpened steel. Jó. Gizsgugya. 16% pozitív relationship chance. Nagyszerű. Ja, azt oda kell tenni. Na így meg 21%. With the strength of your convictions. Nincs más opció. Jó. Everywhere in ruin. Everywhere in need. Hat vagy kevesebb csata. Watchtower elkerülés. Hát mehet a shroud. A shrouded coast. Isolated. And drowning in amphibious degeneracy. Yes. Ne, nem történt semmi. Én a csapat. The Shroud. Propriety floats listless on the tide, brined in noxious degradation. Nem megyünk le, nem megyünk rá a lerre, hogyha nem muszáj. Jobbra megyünk. Team shaming van. The loathing whispers. These slovenly creatures worship the sea. Sun can monolith. Let's return them to it. Mert űzzük el őket. Fisherfolk. Na, hát konkrétan ellenük csak Azbest akar harcolni. Elverjük őket. Simaliba. Na, tehát akkor először is. Ez 4-8. Sodró, wow, köszi szépen a 60 hónapot. Köszi szépen az 5 teljes évet. Srácok, peregjenek a szvegek, illetve gratula az újabb badge-ethez. Knockback. Analysis is the natural prelude to action. Én báfolom egy kicsit. Mi a bajuk Vicsikével? Kicsit megrángatták Vicsiként. The fiend's strength dwindles. Hát ez itt most már atom buff. Nagyon szép!
Ott volt valami stun, nem figyeltem, hogy mitől. Nincsen blight resistjük. De hát... Miért rángatjátok itt Vicsikét? Hihetetlen. Aha. Az ott 5-4, aha. Jó, tessék. Na, javult a kapcsolat, nagyszerű. Vakítást kérünk hátra közben. Egy rángatást? Hát akkor nem rángatunk, de így is jó. Stresszt is csökkentettek. Na várjuk, hogy került előre az okkultistánk? Lemaradtam valahogy, hogy jött előre. Nem, első helyen volt az okkultista, és a harmadikon a highwayman. Ez egy kicsit fura volt. Gyap-gyap valahogy előre kóricált. A plusz 10% krit, így van. Elmegyünk balra. A simple choice. At least it should be. Look ahead. A place to reflect, remember, and reconcile. We must understand the past if we are ever to be free of it. Na, csap-csapot küldjük. Occultist. Chapter 1. The ritual. Csap-csap és a rituálék. On certain portentous evenings, carefully selected for their astrological potency, he would gather his devotees around the ancient onyx table, and joining hands with them, would send his spirit out into the void. Safely tethered by their vital energies, he was free to wander the outer spheres in search of some dark and impossible power. Lehetetlen erőket keresvén. Gyap-gyap, hát te ilyeneket csinálsz? Kapott is egy újabb képességet. És teljesítettünk egy hero gold. Na, és akkor most nem a Lairhez megyünk, hanem megyünk a Watchtowerhoz. Azért nem a Lairhez megyünk, mert legutóbb elsőnek mentem a Lairre, és megcsináltuk, de nem volt a legjobb. Az helyzet. Ja, nem lesz gond, mert harcoltunk. Szóval hiába van loading, nincsen gond. Verduf és Vicsike közben javítottak a kapcsolatukon. Berekembe ugyanen erősek mindig, szerintem is érdemesen meghagyni őket másodikra vagy harmadik szakaszra. Ó, ez Laudanum lett.
Early Riser. Minusz 5% crit. Na, azt kell megnézzük, hogy ez az okkult a mániák, ez mit csinál. Tehát ő hatása lesz a, azokra a választásokra, amik Academic Study-nél vannak. Tehát dönt helyettünk, gondolom én. És a Greedy. Hát erre, ez még itt nincs kitalálva. Greedy. Oké, tehát ez... Na mutasd, mit tud ez? A, tehát... Na de ez hülyeség. Vagy nem hülyeség? A felmosó... A felmosó vödröt... Tehát azt írta, hogy a Greedy-nél a blocked item a mop and bucket. És amúgy mégis tudtam használni, szóval akkor nem vágom. Ezt a nervous szedjük le. Not be defined by our shortcomings. Nem, ő már az elején is greedy volt, mert egy pozitívval és egy negatívval jött mindenki. Hát én most itt mindenhol néztem, nem csak a Faxra Life-osan. Szia Misi, haló kollektíva, sziasztok, sziasztok. Hát nem tudom amúgy, költsek arra, hogy leszedjük ezt a 5% kritet. Szedjük le? Jó, mehet tovább. Hát ez nem éppen jó útvonal. Így van, a következőnél már nem lesz páncél. Igen, hát ez szívás. Ott plusz egy kerék, ott meg plusz hús. Mert a plusz hús. Na most már nincsen armorunk. De még egy Hero Shrine. Mert tovább egyébként, mert tovább tyap-tyap. Chapter 2. A door in the desert. A door in the desert. He found himself in a vast expanse of windswept dunes. Ahead, the stone spires of a pyramidal temple called down jagged bolts from a rolling, angry sky. Undaunted, he crossed the threshold of the towering aperture, settled himself upon the central dais, and prepared for the coming sacrifice. Nagyon nyomja itt a rituálékat, tyap-tyap. Milyen jól néz ki, basszus. Én ezt a skinjét szeretném tyap-tyapnak. Binding Shadows. Na most keréktörés lesz majd. Jó kis Oblivion. Szevasztóbi, bizony, mert mindig jó a narrátor.
Excellent work. Ennek nem örülök. Wow. Gyap-gyap jöhetnek a csápok. Vagy rángassunk inkább? Hát ennek a ezek a csápok nem voltak a legjobbak. A slow suffering begins. Itt mindenki vérzik most. Az egy kevéske stressz. Steady yourself. Uh-huh. Sajnos ez kevés. Ez kevés. Az egy Daisy, igen. Hát inkább gyógyítunk. Oké, buffolta magát. Ó, de jó, hogy miss volt. Oh, nagyon jó. Nagyon jó. The fiend's strength dwindles. Ki kell végezned őt, gyap-gyap. A simple variable, easily resolved. Na. És ott van a stained itemünk. Damage cserébe sebesség csökkentés. Tehát az első terület. Az első területtel meg is vagyunk. De nem is ezek jelentik a problémát. Na most az RNG-vel fogunk játszani. Soften your gaze. It is safe here. Hazardous route scouting. Werewolf mutatja, hogy hol veszélyes az út. Gyap-gyap minusz 10% damage. És az vesz pedig amatőr fegyver kovács. És kaptunk még 4 gyertyát. Gyap-gyap. Precious relics remind us of a time before the end. Na nézzük. On the road to damnation. Nagyon jó amúgy, nagyon jó. Picsike meginehet ebből a kenyérből. És kap Feldorf is. Jó.
Ezt megpróbáljuk Veldorfnál. Vagy nem próbáljuk meg, 10% crit. Megpróbáljuk. Hoppá. Steltet kaphat, ha nincs steltje 50%-kal több dam, ha van 50%-kal több crit. Kap kap 10% kritet. A csápok miatt. Mert amúgy lehet, hogy nem neki kéne adni, hanem vicsikének. A csapjap megkaphatná a 15% damage-et. Az biztos a stealth? Tehát igen, igen. Hát most itt nem mutatja. Kör elején round start, tehát ez az, hogy stealth-et kapunk 66% eséllyel. De azt megnézem, hogy round start, az azt jelenti, hogy konkrétan a legelső kör legelején kapjuk. Igazából ha kap, a round az minden kör, oké. Okay. Én is így gondoltam, de hát ki tudja, hogy itt hogy értik. Igazából ha kap, ha nem, nagyon jó. Az a gond, hogy ha nem kap, akkor nem jó, mert 50%-kal jobban fáj. The means of mastery. Mert azért meg úgy vagyok, hogy hát akkor majd kihíleljük. Akkor legalább kell használni a healt. If it bleeds. Mindkét ütését erősítjük. Blightot erősítünk Azbesten, és ennyi. The next stop is leagues away. Plan accordingly. Ja, nem tudunk venni semmit. Mondjuk scouting. Shrine mapot lehetne venni. Everywhere in ruin. Na, a Sluicébe nem megyünk. In need. A hordát el kell keresni, itt pedig oázist kell látogatni. 300% path choice, ez nem tudom mit jelent. Ja, hogy gondolom ez egy nagy pálya lesz. És úgy kell elkerülni a hordát. Megyünk a tengelbe. Kb. Minden össze van kötve mindennel. Ó, értem. Trenches and tents. The front lines of. Na nézzük, srácok. Tiszteletteljes. Na az a helyzet, hogyha a hátsó ütést kapjuk, akkor Veldulf erősebb lesz. Hogyha a Highway Rubberit használ, ami nincs kirakva, és nem is rakjuk ki, akkor Dodge plusz kapna, majd Dodge pluszt kapna egyébként Vichyken. Na hát ez jó amúgy. És reményteljes lett a kapcsolat. Vichyke és Azbest között. Az If it bleeds-el stresszt tud leszedni, Azbest pedig, hogyha buffolja a csapatot, akkor Vichykéről szed le stresszt. Hát nem rossz. Igazából. Lehetne jobb is, de nem nagyon volt kapcsolatjavító a kocsmában. War. Rewards only. Resignation. Oké, a Leren át megyünk, tehát
a Leren át fogunk menni, tehát nincsen, hogy ne menjünk át. Oké. Megyünk egyenesen. Stumbling and grasping shadows of what they once were. Frenzied enemy. Már nem kaptunk stealth-et. If it bleeds. Ja, nem is figyeltem, hogy ők mennyire állárok a vérzésnek. 10? Hát ez nem sok amúgy. Ha minden jól megy, akkor ő hal. 10 és resist, igen. Ott is van! Ott is van! És nem kaptunk kritet. Tehát, hogy nem tudom hány százalék kritünk volt. Nem tudom, hogy ez hol látszódik. De nem kaptunk kritet, hiába volt stealth. Pedig azt hittem, most majd megmutatjuk a világnak. Vicsikénél jó voltak itt. Greater threats await those who dare. Nem tudom amúgy ezt így. Blight resistance, bleed resistance. Aha. Hát igazából Vicsikének odaadjuk. Tessék. A vérzés jobban fáj neki, a blightot meg kevesebb szer kaphat. Na. 10% és resist, 95% és no crit. Igen, sajnos igen. Megyünk tovább, csap-csap. Csap-csap történet. Chapter 3. Some parts must die. Ó, igen. Terrible though it was, he would pay the price for power. Pozitív tokán lopkodás. Tehát itt gondolom önmagát áldozza föl. Nem figyeltem amúgy. Volt itt erény. Igen, az erényen jelen harcol. Aha. Csap-csap-csap-csap ellen, így van. Ez nem jó. Nem tudunk pozitív tokent lopni. Ja, látom. Folyák magukat. Na végre. Ó, igen.
Na végre! Purge. Tyap-tyap, negyedik kör van. Purge. The emptiness in him called out across boundless gulfs of unknown space. Most már... Nature abhors a vacuum. Most már nincsenek erényei tyap-tyapnak. Maldiction. Na, mehetünk tovább. Egyenesen, egyenesen. Jaj, balra. Oké, okay. Azt jobbra. Jobbra. Balra. It is low indeed. To profit in destruction. Halló. Semmi gond, srácok. Ó, de jó, az nagyon jó. Betöltötte a szemét. Jó, valószínűleg így kapja. Hát ott nyilván nem lehet blightolni, de rá kellett, hogy csapjak. Oké, javul a kapcsolat. Nem lehet felgyújtani. Ja, ott volt, 200% burn resist. Shit. Na ez mennyire fog fájni a csapatnak? Hát... Szerencsére semennyire. Semennyire. Kinek hiányzott az ágyú? Hát ez senkinek. Nem kért senki se ágyút. De forra, hogy itt nincsen torcs, mert magától nem mehet egy ágyú. Ez egy önműködő ágyú, az helyzet. Astromist. Tessék, egy kisebb prevenció. Egy jó 34-es crit. El kéne takarítanom el ezt a hullát. Na. Erről van szó. Amúgy ezt nyilván ki kellett volna hílálni. De a csapat lazán lehozta. Na, egy újabb Hero Shrine. Hát ez egy Hero Shrine rán lesz, srácok. Kapta a team, de lehozták. We must understand the past if we are ever to be free of it. Riser, hol meg tudod nézni a vodokat, hogy hol tartunk. Konkrétan timestampelek mindent, úgyhogy ott meg tudjátok nézni, hogy így mi az állás. És akkor nem tesztek fel esetleg kérdést, ami spoileres lehet. Történetesen sejtem, hogy a láncos agyas boss az így az első bossra vonatkozhat, azt legyőztük, igen. Én nem ilyenre emlékszek a Darkest Dungeon 2-vel. Ez mit jelent, Royalty? Chapter 4. A vendég. Na, tyap-tyapnak vendége érkezett.
durva, hogy ez már a negyedik híró shrine-unk. Te a Shambler ellen harcoltál? Csap-csap, figyelj már, ez nem jó. Hát, hogy ilyen grafikája volt, mi egyéb? De hát a Darkest Dungeon 2 az most jelent meg, royalty. Vagy... Na várjál. Most be kell írjam a Google-ba. Tehát, hogy... Május 8-án máshogy nézett ki a játék, mint most? Vagy ezt hogy érted, royalty? Ne arra úgy, de nem vágom, hogy mire gondolsz. Te szerintem kevered a Darkest Dungeon 2-t az 1-jel, nem? Nem lehet, hogy ez van? Ez mi ott? Őket ott nem kéne stresszelni? Én nem tudom. Mi lehet a feladat vajon? Ja, lehet, hogy őket kéne megvédeni. I am your shield, igen, akkor ez az lesz. Ja, persze, jó a Darkest Dungeon egy. Csak a kettőnek brutális lett a grafikája. Oké, kapja. Jó lesz ez. Meg lesz ez, srácok. Megoldod, csap-csap. Na ez most probléma lehet, mert CD-n vagyunk. Jó, szerencsére engem támad. I am your shield. Ugye, mert ez nem lesz egy kicsit sok? Az öreg Shambler. Már 4 bleed, halló? Kicsit veszélyesnek tűnt. Jó. Ott is van. GG easy, Shambler. Imbued with strange currents of infernal origin, his apotheosis was complete. Ez a Burning Star, ez elég menő képességnek tűnik. Ignorálja a védelmet. Viszont kell hozzá 2 tűz. Na, kérdés, merre akarunk menni, jobbra vagy balra?
Igazából... hát én megyek balra. Ja, balra. Let nothing bar your path. Pont kikerültük itt az akadályokat. Behold the infinite emptiness of the void. Meglepít, ezt jobban díjáztátok volna? Na, ez nagyon jó. Jó kis kapcsolatjavító parti. Ennyit ellenségek. Na. Nagyon jó, nagyon jó. Egy kis prevenció. Kár, hogy nem crit. De gyere előre, francba. Nagyon jó. Az messze, ez nagyon fáj. Jó. Hoppácska. Hoppácska, micsoda buffok mennek itt. Francba. Is van. Sajnos ő nem hal meg a Blight-ba, de meghalt. Ja, nagyon kemény ez a point blank shot, ez brutálisan erős. Ő fog jönni, ő kezd. Ja, nem. Na nézzük. Oj, és Vicsike nagyon nagyot ment. Nagyon nagyot ment. Kár, hogy nem tudunk most az Westről stresszt leszedni. Úgyhogy cserébe... megmentjük Veldorfot a vérzésektől. Rángatunk egyet. Oké, gyógyítunk még egyet. És jött a point blank. Ez egy csapatépítő volt, srácok. Menj a fenébe. Hát ez micsoda? Micsike... Micsike egy kis 20% damage? 10% crittel? Mit szólsz ehhez? Azt a rohadt. Miket kapunk? Ja, és akkor már cserélünk Veldorfon, mert neki olyan van, hogy Burn Resist, de amúgy a Bleed Resist az jobban kéne neki. Oké, mi kezdünk. Nézzük meg, hát ha oké. Okay.
Te jó ég, Veldorf! Hát konkrétan van hitelte az egyik enemit. Na, laudánom, ide most jó jött volna. The slow suffering begins. Muszáj blájtolni. Annak a stressznek nem örülök. Na gyere. Hát csak ilyen 15-öket rácsapott. Hát te mi az Veldorfnak? Bolondos 15-ös. Úgyhogy most ezt úgy kell nyomjam, hogy kihíláljuk. Pillanat. Az helyzet, ezt pont nem tudja hílálni az okkultista. Azaz tyapja, pont nem tudott rajta hílálni, mert annyi HP-ja volt. Bravo. És ha ő jön, akkor lehet, hogy meghal. Nagyon jó. A stressz leszedésen kell majd még dolgozni. 14 HP-ja van, és 13-tól hílált volna az okkultista. Az helyzet, hogy van hely a laudánumnak, berakjuk gyorsan. Ez micsoda? Mi ez a hely? Egy jó den! Csata? Azt mondja, hogy tyap-tyapot választjuk. Tyap-tyap javított itt a kapcsolatokon. Bolond kukacok. Na. A breakthrough. Jó, megcsápoljuk a kukacokat. Teszünk fel egy kis védelmet. Kis prevenció. Vére, az helyzet 43-as bleed resistjük van. Szia, Adria második. Wow! Veldorf, hát hogy megvédte Vicsikét? Hát egy gálás úriember. Let us hope to finish this quickly. Nézd meg. Eszik önnön magukat. Jézus. Hát ezt nyilván nem lett volna szabad hagyni. És így sajnos ez így kárba is ment. Én Dark Ascension 1-ben megoldottam, hogy vérezzen a csonti 150%-os bleed resistál. Nagyon keménybe vagy. Tobi, az szép. Az helyzet. Jó. Nagyon jó, nagyon jó, nagyon szép rántás. Nagyon jó crit. És csak Death Door táncban. Jó, ez nem vészes. Ez abszolút nem vészes. Egy kis véna kinyitás. Na, azt mondja, hogy hát igen, itt már a combosabbak vannak.
hiszen javul a kapcsolat, nagyon jó. Egy bolondos 13. Egy bolondos 11-es. Az helyzet. Oké, ráment a Blight. Még nem híleljük ki Valdorfot, mert nagyon keménybe vagyunk. Jó, nem lehet rángatni azt a kukacot. Agony by accumulation. Ezek gond megint ők jönnek. Bolondos 8-as. Jó, és Valdorf most már nagy szarba van, de Valdorf kemény arc, úgyhogy megoldja. Kérünk egy prevenciót? Nem. Na, most a jó, most a jó. Na, tessék. Konkrétan erre volt szükségünk. Jó, nyomnom kell a point blanket, hogy kapja a kriposztot. Na. 29. Nagyon jó. Azt mondja, hogy az ott egy egyes vérzés, az pedig egy hármas. Jó, akkor még csap-csapnak fájhat, én azt mondom. Csap-csapnak még fájhat. Mizukocó. 18-as Blight van rá. Láttátok? 18-as Blight volt rajta. Ez a gond, ezzel kapja a blokkot. Jó. Jó. Sweat-soaked brows. Unsteady stances. Exhaustion takes hold. Ez bleed resistot, resistet pierceltünk. Na, itt most ugye healelnünk kell, gyap-gyapon. Hát ennek a point blanknak nem örülök. Úgyhogy kérünk TK-imet. A stealthben nem működik a riposzt, ez probléma. This wound at least has been tended to. Ja, és akkor bízunk benne, hogy a bleed elviszi. Ja, hát így meg már mindegy. Mit csináltál? Nagyon nagyot híláltél. Gyap-gyap. 26-ot híláltél, ha minden igaz. Ha elviszem a kocsmába, akkor ez leszedi a disease-t, illetve ad 2 masterit. Szia Fumirossi, szevasztok srácok. Ezt a játszit mennyire szerettem régen is nézni nálad. Mindjárt a jó kis Darkest Dungeon egyezések. Hát igen. Az jó is volt. Elmegyünk balra. Végre rend van a garázsba? Ez csak ideiglenes állapot, Belfegor. Resigned to the end of things. Vicsike és Valdorf kapcsolata 17/20-as. Still they wait. Tehát mindenki csatározni akar. A kérdés, kinek kéne javítani a kapcsolatain?
Veldúf és Csap-Csap nincsenek a legjobb, tehát hogy olyan átlagos a kapcsolatuk. Vicsike az így, Vicsike a legbarátkozósabb. De Vicsikét nem lehet választani. Veldorf, te hogy is vagy? Veldorf az így most barátkozna a hátsó kettővel, azaz Tyap-Tyappal és Azbestán, tehát akkor Veldorfot választjuk. Srácok, ők ilyen barátságos lények. Ők ilyen barátságos lények, ugye? Mennyi HP-d van? 45? Az igen, leszette a... Angard, azt mondta. Hűha. Hűha. Wow! Hát ez konkrétan tapsot érdemel. Cooperation is the key. Jesus! Az helyzet, le kell róla szedni a riposztot. Tékeimelünk. Bár lehet, hogy be kellett volna vállalni. Az 9-es bleed, úgyhogy ezt le kell szedjük. This wound at least has been tended to. Na, most jó. Most ki kell majd híleljük. Szerintem ez nem öli meg. Mit mondtak? Jó. Vakítás beadja? Nem? Hát jobbra számítottam. Na jó, az a helyzet, ennek véget kell vetni. Ennek itt és most véget kell vetni. Még egy hit meg tudunk nyomni. Jó, okés. Okés. Hát nem a legjobb kimenetel, de nem is a legrosszabb. Főleg mivel most tudjátok, hogy mi jön. Aler. Na, hát rögtön szurkálódások. Csomó blokk van rajtuk, úgyhogy ez szörnyű. Ez is szörnyű.
operation is the key. Blokk plusz Asta. Van ilyen round limita, ha el tudnak menni az enemik. És akkor semmit nem kapunk belőlük. Hát ugye ott hátra lehet volna jó ütni, de nem tudtunk. De miért vicsikém? Jó, tessék. Gyap-gyapot. A dobos kezd. Sajnos. Hát... A 24 helyet 6-ot osztottunk ki. Na ez amúgy pont jó. Hatos bleed. This wound at least has been tended to. Steady yourself. Nem tetszik az a sok stressz ott. Az a gond, hogy itt lesz egy meltdown. Na, kapott egy tauntot. Igazából őt... Ő jön? Excellent work. Megpróbálunk tyap-tyappal hílálni. Nagyon jó! Édes Istenem! Hát ez így jelenleg 10/10-es ez a party. Hogy is van? Megmatekozzuk mindjárt. Jaj. Tehát 19 HP, tehát hogy... Őt pont tudja healálni. Gyap-gyap. Jó. Jó. És akkor gyap-gyap tud egyet healálni. Wow, kapott egy izét. Strength buffot. 3. Hát erre nem vagyok büszke, tyap-tyap. Erre nem. Jó, hát így akkor nem vetünk véget ennek a körnek. Empowered. Emboldened. Jó, most már vége lehet. Ha hover lesz a képességgel a célpontra, akkor van zöld csík a heal elé. Ja, vágom, csak akkor még nem tartunk ott. Tehát igazából én azt számoltam... Tehát én azt számoltam, hogy a majd jövő okkultista tudja healelni a Helionunkat. Úgyhogy még nem az okkultista jött, úgyhogy azt számolgattam. De igen, amúgy az hasznos, amit mondasz.
Ja, és akkor ilyenkor... Ó, értem. Azt hittem, hogy marad az állás, maradnak a buffok, meg ilyen. Ez nem úgy történt, ahogy én azt képzeltem. Az a gond. Szemétdobos, hihetetlen. Dobos nagyon ki kéne szednünk, mert itt szivat. És megint a dobos jön, hihetetlen. Most pedig egy kis penész. Jó, azt így meg tudjuk oldani. De jó! De jó! Vicsike, kibírod, nem lesz gond. Kaptunk egy kis ellenállást. This wound at least has been tended to. A petty hindrance. Az nem jó. Nagyon jó. Kapta a hula, vérzik a hula, jelentem vérzik. Na. Megyünk tovább. Hát, Trance leszedő nincsen, Laudanum van nála, ami a horrort szedi le. Az inkább horror leszedés, mint nem stressz leszedés. Na, tehát ott nem is lehet támadni, nem baj. Semmi gond. A Laudanum az a horror szedi le. Nem tudom, ezek meddig maradnak rajta. De jó volt, tyap, mert micsoda csápok. Hát micsoda csápok, tyap.
Az gond. De most stresszelni fogják így a csapaton. The mind's grasp grows tenuous. Ajjaj. Ajjaj. Valami mozog. Reagál a támadásokra a gyökér. Ilyet még nem is láttam, ez valami új. Ez valami új. Ne, és... Hát igen, ez gond. Hát egy leolvadás. Bicsike, miért olvadtál? Csap-csap, te is leolvadsz? Csap-csap megtalálta a megoldást. Persze, persze. Persze, rögtön írásba kell rakni Bicsikét. It's not your time, mondja ő. Azt még így gyökérkedik, értitek? Elvitte a Blight, az volt a mázli. The past is gone. Let it die. A trinket árak 75%-kal olcsóbbak. Ó, nem is tudtam, hogy kaphatunk másfajta trofit, tök jó. Szávasz, Hesebát. Hát Vicsikén, ez most itt nagyon csúnya... Mi? Vicsik, hát konkrétan Vicsikének megromlott egy csomó emberrel a kapcsolata. Ja, hogy 20% meltdown chance van rajta? Az szép. És a megtört akarat. És amúgy így maradt respectful, meg hopeful is. Na, tök jó. Ja, mert hogy az nem változik, értem. Nem baj, fel kell pumpálni itt a kapcsolatot, srácok. A kérdés az az, hogy merre? Egyenesen. Én azt mondom, egyenesen. The tangled trails, whisper of torment. Ó, és pont jó. Szerintem jól jöttünk ki. Meglett a trofi, és amúgy jól jöttünk ki ebből a csatából. Nyilván a stressz szintek azok nem a legjobbak. Ja, amúgy a laudánum leszedne egy stresszt, igen. Bocsi. Bocsi, igazad volt amúgy. Na, ezt leszedjük, tehát az, hogy 20% tehát, hogy kevesebb esély, tehát no. 20%-kal több esély a meldára, és 20%-kal kevesebb HP, ez nem jó. Tehát, hogy ez borzalmas, ez azonnal. Minusz 10% sebzés. Ti is azt mondjátok? Ja, és pont itt volt a hospitál. Pont itt van a hospitál. Itt.
cannot be defined by our shortcomings. Tartogatunk egy kicsit. Tartogatunk egy kicsit. Gyap-gyapon meghagyjuk ezeket a rossz tulajdonságokat. Gyógyítunk. Vagy nem gyógyítunk? Nem gyógyítunk. Azért nem gyógyítunk, mert abban reménykedem, hogy a... Abban reménykedem, hogy elmegyünk a kocsmába, és a kocsmába veszünk a kapcsolatjavítókat. És az oázishoz kell mennünk. Azért kapunk plusz egy gyertyát. Élvezed a streamet így, hogy itt tudsz lenni végig? Na, örülök, hogy tetszik. Itt mindenkinek közben, hali-hali. A refreshing commune unburdens the mind. Hát ez nem fog tetszeni az vesznek, de nem baj. Hú, ez nagyon nem tetszett neki. Bolond. Az vesz nem szereti az oázisokat. Na, most már javult is a kapcsolat. Javult és romlott is egyszerre a kapcsolatuk. A slow dissection. An unavoidable end. Vicsike! Hát mik ezek az őrületes kerik itt, kérem szépen? Felnyitották Vicsike vénáit. Hihetetlen. Hihetetlen, hogy ez nem krit. Adjunk Laudanumot a Plague Doktornak? Oké. Okay. De jól nézett ki az animáció. A small reprieve from this carousel of horrors. Abandoned or forgotten, it is ours now. Na, mert mit csinál a Grave Robber az oázissal? Az oltár már itt nyomja a buffokat. Kezdünk egy prevencióval. Vicsike! Vicsike nagyon kemény. Kapott hihet a szemétje.
és ő valószínűleg... Nem hal meg. Most már igen. Magunkra nyomunk egy kis laudánumot. Tizenöt helyet csak négyet sebzett. Ez szép volt. Szia Fümi Rossi. Köszi szépen, hogy itt voltál. Jó pét. És jó hétvégét előre is. Én azt szoktam szeretni ezeknél, amikor a kislények nekiállnak veszhető hírelni a nagy robot, akihez hozzá se nyúlok, mert őket ütöm. Szegények nem tudnak más csinálni. Ez a stained item amúgy ez jó lehetne Asbestnek, a Plague Doctorünknek. The loathing whispers. Burn ellenállás. És a damage helyett kérünk max HP-t. És akkor 50 lesz így a HP-ja. Na ez egy remek játék. Na, ugye? Abszolút unit. Ugye? Ugye? Szerintem is ez egy remek game. A terve a végigjátszása. Minden konfesszió megcsinálása. Nem olyan rég jött ki, de már 400 órán van benne. Hát jól megtoltad. Azzal, hogy megvédtem a társaszózó dzsavákat a csámkutyáktól, ki is forradt a sztori... Nem, még van egy. Még van egy történet. Vicsike a Meldán miatt kapta valszeg. Ott a signature in-itemünk. Miért kapja ezt a highwaymen amúgy? Mármint, hogy azt tudom, én raktam ki. De miért pont ennél, miért pont ennél az innél kaptuk amúgy? Random van esélye kapni minden inben. Ó, oh, köszi. Rummager. Na, Rummager, mit csinálsz? Azt mondja, a Rummager az azt tudja, hogy kaját és battle itemeket találhat az úton. Ok. A kör elején két darab blokkot kap Asbest, és ő is kaphat egyébként kritet. Mártír. Ha Death Door-ba kerül, akkor leszed egy stresszt. Hát én azt amúgy nem használnám. 5% esélye a melee skill-ek knockback-elnek. Ezt a folytort, ezt amúgy le kéne cserélnünk, hogyha végtelen sok pénzünk lesz. Jó, hát amúgy körbe mentünk. Na. Hát, én ezt kukázom. Ne haragudjatok. What the fuck? Az 50-es. Az 50-es, a 60-as, 60-as, bocsánat. Köszi szépen az 5 évet, ami 60-as hónap. Köszi szépen a támogatásodat. Ez annyi, mint 6 darab arany szveg. Köszi szépen. És zsivatul az újabb badge-edhez. Boldog ilyen te napot mindenkinek. Köszi szépen.
Ma van a hivatalos ihentelnap, azt mondan? Köszi, köszi. A glint in the shadows. The hunter is here. Szóval, hogy az a gomba azt csinálja. Nem is figyeltem, hogy ott rá lehet nyomni. Ja, szóval most kidobáltunk, és akkor nézzük, hogy mi van nála. Van nála whisky? Nézzétek itt, ajaj, Vichike és Asbest kapcsolatán javítani kell mielőbb. De hogy nézzétek meg, milyen kapcsolatok vannak. Ez a második régió. Úgy-úgy, srácok, pergessétek a szvegeket hadafaknak. Köszi szépen. Jó. Na, mondom, mit kell csinálni. Vichike Asbestet és Asbest Veldorfot kell javítani. Na. Asbest Veldorf, ugye azt mondtam? Jó. És akkor most jött a Vichike Asbest. Az helyzet, hogy azon nagyon sokat kell javítani. Így van a naptárban, Pál, Péter, Ihenter. Ó, na hát ezt most már, akkor most már tudom. Az énekes könyvet megjolózzuk, srácok. Something to ease the rigors of the road. Oké. Oké. Na, még egy énekes, azt nem. Az már konkrétan kihasználjuk itt a szerencséket. De veszünk ki viszkit. Na nézzük. Tehát Asbest, nem. Mit tudom, Vichike és Asbest. És akkor ezt még tovább kell vinni. Jó. És egy kis pipe weed is mehet. Nagyon jó. Én még szednék le stresszt egyébként, ha belefér. Meg amúgy vehetnénk kenyeret, az nem fér már bele. Jó, akkor ez még így belefér. Ez most egy kis speed minusz, de a stresszért és a kapcsolatért tettük. Laudánumot Veldorfnak, és ezt nem is használtuk. Clear all corpse. Jó, és akkor Asbestnél mi van? Resistance csökkent és csap-csap, nem meg semmi. Akkor csap-csap is kap egy kis laudánumot. A Mastery Trainernél... A Mastery Trainernél ki kell rakni, hogy csap-csap csápjai erősebbek legyenek, és több eséllyel fókuszolják. Kombót tegyenek az enemire. Azt is ki kell rakni, hogy tovább tartson a Weakening Curse. És a healen is erősítünk egy kicsit. És
Prevenció? Lehetne... Ja, hogy kétszekes legyen a prevenció? Hát végül is belefér, meg akkor a blind is belefér. Az erősítésen viszont nem használtunk, tehát azt annyira nem nyomtuk, pedig ki van rakva. A pisztolsátot kirakjuk Valdófnál. Jó, nézzük, hogy kell-e valamit. Olcsóbbak lennének a trinketek? Hát én ezt most már kirakom. An accomplishment worth remembering. Az igen. Ezt az est nem, de viszont ez nagyon tetszik. Ilyen olcsón veszünk trinketet. És akkor azt mondja, hogy hát csap-csap nálad még van hely. Egy ilyenre. A vulnerable-t átalakítja blokkra, a weakened pedig átalakítja támadásra. Mármint, hogy izére, strength-re. Milyen menő ez a trinket? Hát ez nagyon jó. Azt nem tudom, hogy... Vulnerable. Ki az, aki vulnerable akar lenni? Nem tudom, kinek adjam oda a hordót. Van egy jó trinket, ami ha lemegy az életed, visszatölti teljesen, de eddig összesen egyszer sikerült találnom. Igen. Random szövetségesnek ad egy védelmet. Hát igazából szerintem neki indulhatunk így, annyi, hogy javítunk. És van egy stage coach itemünk. Na nézzük. Ez konkrétan nagyon jó. Mert... Ezt megvesszük. A flapjacket mondtátok a... Milyen kaja? Valami édesség a flapjack, nem? Én nem is tudtam erről a trinketről, pedig kivittem a játékot és kioldottam minden trinketet, érdekesen hangzik. Ja. Jó, menjünk tovább. Ez valami kaja lesz amúgy. Most nem jut eszembe, hogy micsoda. Clear out the lair. Kétszázszázalékos, aha, resistance encounter scout, aha. Vizitálni kell az oázist. Ha herbál van equipelve, akkor 50%-kal több hit kapunk. Szia Roli, szerusz levesteknős, haló. Warrior of Honor, köszi szépen a 26 hónapot. Peregjenek srácok a szvegek. Köszi szépen a támogatást. Hát én inkább a sprawlba mennék. Another nameless city. Another inferno of mutilation. Na nézzük. Respekt, maradt a respekt. Annyi különbséggel,
hogy változtak a képességek, tehát eddig a hátracsapásnál adott strength-et, most az üvöltésnél ad strength-et, illetve a point blank shotnál nyomja Vicsikére a strength-et Veldorf. Respektáció. Nagy tiszteletek vannak itt a csapatban. Na, itt az van, hogy ha elnyomja tyap-tyap a csápokat, akkor Veldorf sebzést kap. Illetve, hogyha vénákat nyitogatna Veldorf, akkor tyap-tyap erősebbeket támadhat. Na, és akkor jön a következő. Tyap-tyap és Azbesz kapcsolata. Ha tyap-tyap elkezd késelni, akkor kap egy kis sebzés boostot Azbeszt, ami amúgy nem kell neki, szóval mindegy. Illetve, hogyha elkezd vakítani Azbeszt, akkor tyap-tyap kap Dodge plusz-pluszt. Ugye? Igen. Dodge pluszt. Igen, azt kerestem. Aztán, hogyha olyan képességet használ Vicsika, amit még eddig nem nagyon használtunk, ja, hogy Tauntól, akkor leszed egy stresszt Azbestről, ha Azbest nyom Blightot valakire, tehát ilyen Blightos támadást, akkor Vicsikéről szed le egy stresszt. És végül az utolsó, Azbest és Veldorf kapcsolata. Ha olyan képességet használ Veldorf, ami nincs neki kirakva, akkor leszed egy stresszt Azbestről. Ha olyan képességet használ Azbest, ami nincs kirakva, akkor Veldorfra szedne le egy stresszt, úgyhogy hát ez az utolsó, ezt itt nem fogjuk használni. Szevasz, Vilészi a viziló. Úgyhogy... Nyilván ez át kéne rendezni amúgy a képességeket, de én nem vagyok jó játékos, hogy így ezt így meg tudjam simán tenni. The great cities of man ruined and aflame. Jó hosszú amúgy. Aha, ott a Lair. Milyen közel van a Lair? Na, úgy megyünk, hogy elmegyünk. Hű, bakker, hát... Megyünk balra. Jó. Balra megyünk. Igen, ezután a régió után jön a boss. De nem ezen lesz még a boss, hanem az ezután. Tehát, hogy még lesz egy kocsma, ha jól tudom. Az hogy néz ki? Az komoly, még stunolt is. Ja, hogy haste and enemies, aha. Őt előre rántjuk. Respectful, kaptuk. Jézusom! Iszonyatosan jó a csapat szinergia. Vili, köszi szépen az ajándékot, levestek nőstek, köszi, hogy a 37. hónapját ezzel lehetővé tetted. De jól néz ki ez az animáció.
In crisis, we can rely only upon each other. A master stroke. Empowered, emboldened. Nagyon durvákat sebez. Kár, hogy nem volt crit. Hú, ez a stealth azért ez jól jött. Oké, ott majd el kell egy heal gyap-gyaptól. Kondíció blokkolva. Na várjál, 51. Ja, mert hogy 16 HP-re le kéne menni. Ó, értem. Nem nagyon akar meghalni. Nem baj. Nem baj. Hogy ez így alakult. Tehát a dodge-ot dodge plusz-pluszra alakítját. Ez elgondolkodtató amúgy. Csak arra kell rájönnöm, hogy ki csinál dodge-ot. Aha, tehát tyap-tyapnak csinálunk dodge-ot ezzel. Hát nem, nem ér annyit a dolog. Ja igen, Veldúfnak is lehetne adni, csak neki meg itt van a stained itemje. Itt a kapcsolatból származó dodge-ra gondoltam, hogy azt így ki hogyan kapja. Jézus. Measure out your violence and apply it judiciously. Kezdünk egy ilyennel. Léci, Veldorfot. Az egy stun. Megpróbáljuk levenni róla a blokkot. Ez amúgy nagyon szép volt, Vádor. Dobálj itt a koponyákat! Jó, szedjünk le itt közben stresszt. Stresszt szedünk le. Hát vele nem tudunk. Oké,
gyengítjük. Nagyon jó. Incremental, but deadly all the same. Na, beadtam ugye a knockback-et. De hát nyilván most pont nem kellett volna. Úgyhogy ez most pont nem jött jól. Oké, tudtunk rárakni bleedet. Kigyógyítjuk Waldorfot. Na, ide aztán most nagyon kell a laudánum. A vicsikén végre tudunk healálni. Ez nagyon jó kombó volt. Jó. Ez a respectful tetszik amúgy nekem nagyon. Ez nagyon tetszik. Tudom, hogy nem ment akkor rendén az irányító szóta, kicsit másként tekintek ezekre az élő holtakra ilyen játékokban. Hát igen, az a történet másik oldalát fogja meg. Nem tudom, hogy áll az inventory. 12 egy kis kajáért. És fény. Jó, hát ezt megkockáztatjuk. Egy kis fényt kértünk. A kapcsolat... Na várj, és merre akarunk menni? Balra? Az helyzet, el kell mennünk jobbra. A Watchtower miatt. Úgyhogy bevállalunk egy keréktörést. Egy keréktörés a nagyobb jó reményében. Mindenféleképpen harc van. Ó, ne! Ja, ők csak 25%-kal több damot nyomnak, az nem vészes. Micsike, én abba bíztam, hogy ezt instant ölöd. Na nézzük! Nagyon jó. Az nem tetszik. És akkor nyomunk egy kis blindot. Az helyzet, nagyon szeretem a highwayment. Kinyírhatnánk a hátsót. Na, ezt már szeretem, Vicsika, amikor ilyen nagyokat csapsz. Ennek nem biztos, hogy sok értelme volt.
A Blight remélem elviszi. Nagyon jó. Begyújtotta a pallost. És megszurkálja a vicsikét. Hát ez nem jó. Jó, TK-j merünk. Ez... Nagyon jó. This wound at least has been tended to. Ki támad? Aj, ez sejtett, hogy nem lesz jó, de nem baj. Relief comes rarely in these times. Savor it. Jól áll a csapat. Dodge, dodge! Ja, és akkor most meg lehet márkolni. Ha nem márkolunk. Na. De már megint Vicsikét hihetetlen. És akkor Vicsikét megint healelnünk kell. Na várjál, akkor ezt nyomjuk. Jó, jó. Jó. Most már vége lehetne ennek a csatának. Jó. In this weighty gloom, a spark. Miss esetén kaphatunk izét. Blindot. Na és akkor most megyünk a Watchtower felé. Ó, és itt is keréktörés van, édes Istenem. Hát ez nem tudom mennyi szerencse kell, srácok. Na, az irány az az, hogy balra megyünk. Mármint, hogy... Myriad options require careful deliberation. Hol vagyunk most? Ott. Tehát ha balra elmegyünk, akkor utána még mindig mehetünk jobbra. Az armor teré. Jó, hát akkor... Oda megyünk. Egyenesen megyünk. Nekem azt tetszik. Itt most sok csata lesz nyilván. Ott, kaptunk flapjacket. A kérdés az az, hogy a flapjack az milyen item? Ó. Inn, azt nézzétek mennyi flapjackünk van. Hát ez rohadt menő. Jesus, és miután is kapjuk a flapjacket? Elfelejtettem. Ja, hogy csak úgy csinálhatja. Tehát konkrétan a legjobb kaját csinálja. Az helyzet lehet, hogy ki kell majd dobjuk a flapjacken. A palacsinta a flapjack? Már nem is emléke... Ne, na, szóval már nem is emlékeztem, hogy mit mondtatok. Az rémlet, hogy édes, és hogy nagyon jó. De csak négyet tudsz megenni innenként, és csak egy in van hátra. Ja, úgyhogy majd kell kidobjunk. Na, kérdés, hogy Veldurf hogy áll, kivel is csap-csappal? 17. És akkor Azbest hogy áll?
Ja, akkor az best bevállalhatja. Milyen jó, hogy stealth elkezdtünk. Le akartam szedni a dodge-ot. Veldorf nagyon ott van a szeren. Ebből akartam a riposztot. Húha! Valószínűleg elviszi a Blight. Messy. But effective. Csap, hát milyen késelések mennek itt, kérem szépen. A bleed resistance trinket. Hát sejtettem, hogy most már betáltunk. Na, kidobtunk egy stacknyit. Annyit lehet változtatni, hogy itt a laudánum készletet feltöltjük. És akkor azt a bleed-eset, azt így kidobjuk. Legalábbis egyelőre. Na, egy jó csata. A léci... Protect the child. Na nézd, hogy Blightot rak. Ez mi volt? Horror? Na, azt le tudjuk szedni. Már ha le akarjuk. Nem akarjuk. Azt ő fogja kapni. Csom. Csikeki, bírod? Ez kettes horror? This is no time to falter. Semmi gond, egy gyapjap idején azt híl el egy nagyot. Jó, ezt még bírjuk. De jó, hogy dodge plusz volt rajta.
Hoppá, jó kis hopeful. 25% damage van rajta, amúgy. Ez 12. Jó, akkor kövinek hal. Most már biztos. Ott van rajta a horror, de szerencsére bírja. Nagyszerű. The unrelenting application of violence yields morbid gains. Lehet, hogy szereti a horrort, igen. Egy újabb csata. Ahogy látom, igazából elismertünk. Hát akkor elmegyünk. An elementary problem, is it not? Fáj az armornak, hogyha elmegyünk a hordár felé. Jó, elmegyünk a hordár felé. Brace up. There is danger on this path. Így kell jönni a hordárhoz? Nem is figyeltem. A hordár, ő benne van a Darkest Dungeon 1-be, csak már nem emlékszem miként. De nem emlékszem, hogy miként van benne. De bent van, ez biztos. Sikerül legyőzni a végső tüdős poszt? Az itt a kérdés az előrejelzésnél. Köszi szépen. Ő volt a stage coach? Lehet. Azt tudom, hogy ő benne volt az egybe is. Stressz leszedőt tudunk hozni, aha. És vannak olcsó trinketek. Stressz ellenálló, viszont mozgás ellenállóságot bukunk. Amúgy ezeket kéne nézni. Ha a target ég, a heal erősebb. Ja, ez egy konkrétan okkultista trinket. 20% max HP. Ha kapunk bleedet, blightot vagy burnt, akkor heal előtt... Ha kapnék, de ellenállok, akkor 20%-ot heal elődünk. Szerintem veszünk egy ilyet. Purchase an inalienable trinket. Oh. Ez a csáva, amikor a dungeon előtt raktad el a felszereléseket, elállt mennyokat, ott vigyorgott. Akkor ő az. Na, stage coach cucc. Nem. No. No. Senior szuper nem lenni. Úgy veszünk egy kis fényt. Jó, ennyi elég lesz. Na akkor az vesznél berakjuk a világítást. Analysis is invaluable.
És akkor... Vicsikének kéne berakni... A 20%... Hát az a 20% damage pedig elég erős. Tűha. Vettünk... Jó. Ez... A jövő E-Hunter problémája. Na és akkor végigcsináljuk tyap-tyap útját. Mit szóltak? Ez az utolsó történet tyap-tyapnál. Chapter 5. An eternal flame. Eternális lángok. Emerging from his trance, he met the charred, steaming corpses of his acolytes with a shudder. He could sense the eldritch entity stalking the edges of his consciousness, probing for weaknesses. He had become a beacon, a conduit to unknown regions, and would be assailed by those blasphemous forces all the rest of his days. Ő lett a jelzőfény az ismeretlen vidéken. Hát végignyomtuk a tyap-tyap történetét. Anam nézis. Véreztetés tud okozni Mélibe. Ez nagyon brutálnak tűnik, hogyha tüzes, ha tüzes. Amúgy nagyon kíváncsi lennék, hogy ezt a tüzes okkultistát milyen játszani. Mert egyáltalán nem olyan, mint amilyet én játszok. If you hope to heal, you have chosen wisely. She weeps for the fallen and knows she'll join them soon enough. Na, van egy kevéske pénzünk. Kapcsolatokat lehet javítani. Majd a kocsmába, legalábbis remélem. Úgyhogy csinálunk egy olyat, hogy leszedjük tyap-tyapról ezt, hogy mínusz 10% damage. És nézzük, milyen cuccok vannak nála. Van nála laudánum. Speedet lehet kérni. Nem költjük el. Jaj, kéne amúgy használnom basszus a fényeket. Majd ne felejtsem el. Stumbling and grasping shadows of what they want. Na, jó étvágyat mindenkinek, aki nyomja. Stupendous. Egy jó kis horror. Nem által van a Summer Sale. Jó kérdés.
Naudánom. Kérünk prevenciót. Legalább a hullát eltüntettük. Még jó, hogy a Dodge plusz plusz volt rajta. És a ghoul jön. Hát sajnálom, bicsike. Na bicsike, most már tudunk rajtad healálni. Milyen ellenállás. Na. Csapcsapet, ez mi? This wound at least has been tended to. In crisis, no gains in. Ja, a Tamivály az egy nagyon jó játszó. Tamivály brutál, brutál móta tetszett. Nem nyomtuk el a fényességet. Aj, bakker, én mindig elfeledkezem a combat itemekről. Tell me why. Igen, Veldorf. Na, azt mondja, hogy evangelista. Na. Sziszentettünk egy kis fényt. Buffolja magát. Ász, hogy az okkultistánk lesz vulnerable, aha. Az a 100% crit, az ott nagyon nem tetszik. Jön a vulnerable miatt. Jött a sebzés nagyon. Nagyon hílelik ott hátul. In the beyond. De jó lett volna megválni. Ó,
Nem állunk jól HP-ban. Sajnos. Ő belehalhat. Most már ő is. Jó. Once again, teetering on that terrible precipice. Az jól jött. Stunoltuk. Most már Stannak ellenállt. Ugye Stan ellenáll, tehát hogy nem lehet Stanlockba tartani az enemit. De megpróbáltam. Fény! Az alagút végén, elfelejtettem. Na majd most. Cooperation is the key. Az előző remben is ez a csapatszony volt a harmadik régió végén? Nagyon jó kérdés. Hú. 50% damage a stained itemmel. Na, arra lehet, hogy átmegyünk most. Bár azért néha jól jött a stealth. A stealth miatt jól jött. A hordót adjuk oda Csap-Csapnak. És így átalakul a vulnerable, meg átalakul a weak is erővé. És Vicsikének átadom ezt a... Milyen támadásai vannak annak a szemétnek? Ugye megnézzük. Érdemes beraknom ezt a Bleed, Blight, Burnt, már nem emlékszem. Szerintem amúgy nem merő, nem csinál olyan támadást. Na nézzük. Aha. Tüzet okoz, aha. De ez csak egy. Ez csak egy támadás. Jó. Bár az ez... Hát nem. Nem. A 10% krit... Tehát hogyha több tüzet okozó támadása lenne, akkor hoznám. Úgyhogy...
Nagyon csinálják itt a palacsintát. És ki kell cseréljük majd a lámpást. Majd ki kell cseréljük a lámpást. Soft. Azbest gyengósz lett. Puhány lett. 10%-os meltdown chance, illetve hogyha megsebezik, akkor blindot kapunk, hát ez nagyszerű. 50% HP alatt Valdorf 20%-kal többet damol. Nice! Na, hát egyetlen egy darab inn itemünk van. Akkor ezt kukázzuk. Milyen jó, hogy megvettem mi. Nézzük, milyen inn itemek vannak. Ez a Miller's Bounty, ez mitől jött? Ez nagyon jól jött. Whisky, party, aha, stresszelés, meg kapcsolatjavítás. Még egy. Ja, igazából ezen már fölösleges volt. Ez valószínűleg fölösleges volt megvenni. A fogadó adja. Vannak in bónuszok, ha a bal fenti táblára viszed. Ó! Oh. Kilépünk. Mert szerintem fölösleges volt. Szerintem fölösleges volt megvenni ezt a két moráljavítót. Hát mondjuk. Jó. Shall we continue, or is the lesson too demanding? Conventional fare, but fairly priced. Ó, ez jobb. Ezzel jobban járunk. Na, ki az, aki... Vicsike és Asbest. És akkor még egy. Úgy néz ki, hogy a kettő pia nem működik. Spend what you can, or wealth no longer has meaning. If indeed it ever did. És akkor erre megpróbálunk még egy könyvet nyomni, hát ha... Szerintem jó volt. Jó, szerintem ez így most jó volt. Jó, mindenki kapott palacsintát. Lecsaltuk, igen. Boxkesztyű. Felmosó vödör. Na nézzük.
Igazából stresszt kéne leszedni tyap-tyapról. Lehetne ilyen pipe feedet is nyomni. Meg van dob is. Ilyen incense-t veszünk. Jó, még mindig belefér. Veszünk ilyen stealth-es könyvet a Valdorfnak. Meg amúgy lehet, hogy nem tudom, tudunk-e healálni Valdorfon. Lehetne speedet kérni. Ott van. És akkor Vicsikére kérjük a speedet. Ja, hogy ezek a strength-ek, ezek stack-elnek? Oké, okay. Amúgy mutattam, hogy hogy állunk. Milyen kondíciókkal indul majd állam. Hát annak a softnak nem ülök, az vesztem. The means of mastery. A smoother ride. For a time at least. Itt már nem megy a... Ja, hogy ez a trinketek árát csökkentette. Stressz csökkentőt lehetett volna még venni. A healen erősítünk. A bleedesen is erősítünk, mert a középsőt lehet bleedelni. Vénanyítást is erősítünk. Itt corpse clear-eléssel nem kell foglalkozni, úgyhogy a szurkárást is berakjuk. És akkor a TK-mre is rakunk egyet. Ezt szerintem úgyse fogom használni. All roads lead to the mountain. Szevasz, PL. Jó kis respekt. A bleedelés, bleedelésnél Valdorfnak sebzés, point blanknél Vicsikére, dodge plusz plusz. While the heart still beats, csap-csap, ha rángatja, akkor Vicsikéről leszedi az effekteket. Ha Vicsike csapkod, akkor tyap-tyapról szedi le a dotokat. Arra gondoltam az előbb is. Na, hogyha tyap-tyap gyengít, akkor Valdorfnak dodge plusz-plusz. Ha Valdorf TK emel, akkor tyap-tyapnak egy kis sebzés.
Pillanat, srácok. Bocsánat, csak közben válaszolnom kellett. Szóval, hogy csap-csap, hogyha heal el, akkor az best strength-et kap. Viszont, hogyha az best nyom egy prevenciót, akkor kap, csap-csap kap dodge-ot. Dodge plus pontosabban. Na, megyünk tovább. Vicsike, hogyha nyomatja ezt a toe-to-toe nevezetű képességet, a tauntot, akkor az beszél, leveszi a stresszt. Ha viszont... hogyha Azbest csinál egy ilyen blightos csapást, akkor Vicsikéről szedi le a stresszt. És végül az utolsó úgy néz ki, nem, de utolsó. Hogyha a vénákat nyitogat Veldorf, akkor Azbestről lejön a stressz, hogyha Azbest nyomat egy kis sebzés erősítést valamelyik csapat tagjának, akkor Veldorfról jön le egy kis stressz, úgyhogy hát annak azért hasznosak, főleg a Dodge plus plus az nagyon tetszik. A Dodge plus plusok nagyon tetszenek. Azt mondja, olyat kaptunk, hogy jöjjünk a Mountainhez úgy, tehát hogy egy teri csapattal, hogy mindenkinek pozitív relationshipje van. Csap-csap egy kicsit stresszes, de azon talán tudunk dolgozni. Emptiness and dissolution have wormed their way into the world. Na hát, csap-csappal kezdünk, mert mindenki kap strength-et. Jézus. Egy jó bleeddel kezdtünk. Hát ez dodge lett. Számítottam rá. Az helyzet csap-csapon már van dodge plusz plusz. Veldorfról stressz levétel, aha, na ezt nézzük meg. Annak a víknek nem örülök. My regards, azt mondja. És ott van a Dodge plusz plusz, beadta. A Klárika beadta. Na, kérünk csápokat gyap-gyaptól. Na. Azzal kell kezdenünk valamit. Hú, tyap-tyap, nagyon jó volt. Ez nagyon jó volt.
Nyitogatjuk a vénákat. Tökéletes, tökéletes. Na, vicsikéről leszedjük a stresszt. Oké. Okay. Greater threats await those who dare. Hú. Hát a stressz az nem lehet jobb. Annyi, hogy kéne, hogy ide valami más combat itemet kéne berakni. Hát, hogy vagy nem. Maradjunk így. The Nightmare Gate is revealed. Beyond, only infernal nihility and non-existence. A hatos csapat, így van. Nézzük a hatos csapatot. Face your failure. Sturter's avatar of ill-concealed rage. Na, a bal oldalit kell ütni. Nagyon jó. Nyomunk egy kis fényt. Jó? És akkor megy a blight. Szét blightoljuk. A dodge plusz-pluszokat fel kéne nyomni. Hát ez most gond. Ez most nyilván gond. Nyomunk egy TK-mat. Vagy ha azzal a csapcsapot erősítjük. Vicsikének dodge plusz-plusz. Jó, akkor dodge plusz-plusz. Ez így szívás lesz. Sajnos ez így szívás lesz. Mondjuk lehet inkább a csápokat kellett volna nyomni. Jó, a prevenció jó, mert csap-csap kap dodge plusz-pluszt. We can rely dodge plusz plusz. Sajnos az elszúrtuk. És ő fog jönni. Ja. Ah, és megint a hátsót szívta fel. A 12 az elég volt neki, szerencsére. Az probléma. Az probléma így. A dodge-okat kéne felnyomni. Oké, a bal oldalit szívta fel. Előre kell ugranunk. Nagyon bízom a point blankben. Csak csap-csapot nem vágom, hogy mit keres ott elől. Ez így szívás lesz. Nem tudunk előrébb menni.
És csap-csap se tud hátraütni. Dodge. Az a gond, hogy az mindenféleképpen sebezni fog. Elég volt neki, de mázli. Anxiety foments insidious fears. A Vulnerable nem alakult át, pedig bíztam bennem. Hú, de jó, hogy visszaálltunk. És ott volt a Dodge plusz-plusz is. Oké, az elsőt szívta fel. Megnyomjuk a csápokat. És peregjen tovább a Blight. Lethality writ large. Ja, eddig nagyon jók vagyunk. Igen, ez problémás. Előreugrunk. Oké, a 12 pont elég volt neki. És akkor mehetnek tovább a csápok, ugye? Vagy inkább kérjünk Veldorfnak? Kérjünk Veldorfnak. Dodge plusz-pluszt. Csap-csapnak is kérünk. Bár a Brightot lehet tovább kellett volna tolni. Egy kis hisztéria. Na melyiket szívja fel? Mindkettőt? Nagy a baj. Hát ez így rip. Csap-csap, nem! Az a helyzet, csap-csap meghal. És nem! Csap-csap, nem halt meg! És mindkettőt felszívta. Incremental. But deadly all the same.
Francba! Ez így halál, srácok. Ó! Ó! A riposzt megmentett. A riposzt megmentett minket. Na nézzük. Asbestről stressz, tyap-tyapnak egy kis erő. Jó, szurkálunk inkább. Három. Ne is asbest meldánolt. Seek redemption, we'll find it. Veldorf nem bírtam. Hát ez... Ez így offos, srácok. This wound at least has been tended to. Measured and steady. Agony by accumulation. Once again. Itt az előbb hílálnom kellett volna inkább. Ne, létszi ne a hátsod. Hát ezzel ennyit tudunk csinálni. Csapjak nagyon jól bírja a halál ajtajában. Jól bírta. He courted the unthinkable, but to no avail. Darkness encroaches, inexorable. She sought a glorious end and found it. Amikor nem tud semmit se csinálni a Plague Doctor. Jesus. Nothing can survive such a wholesale organic failure. On and on. Over and over. Until the truth is laid bare. And you are finally free. Hát, ezért tényleg csak annyit lehetett volna csinálni, hogy a végén átcseréljük mindenkinek a... Átcseréljük mindenkinek a támadását olyanra, hogy mindenki mindegyik pontra tudjon ütni. Ez azon ment el. Ez azon ment el. Hát nem baj, srácok, tapasztalatnak jó volt. Most már annyival előrébb vagyunk, hogy az okkultistánk 5x5-ös, tehát hogy most már minden képességével tudunk bánni. Azt sajnálom, hogy ilyen közel voltunk a győzelemhez, de nem baj, nem baj. Mondom, tehát a tapasztalat az fontos, így lehet előrébb menni.
nem tudtam tényleg az, hogy fel tudja szívni mindkettő tüdejét, úgymond, mint hogy mindkét részét fel tudja szívni, ez új mechanika volt. Gyanítom, hogy a legközelebbi körrel nem lesz meg a győzelem, de hát majd meglátjuk. Ez volt az eddigi legjobb ránunk. Bízom benne, hogy azért még sikerül ezt überelni. Remélem, hogy azért élveztétek a jó kis Darkest Dungeon-ezést. Klassz volt. Ez volt a 6. stream a 6. csapattal. Még ennyit. Legalább.